Szeptember 10-e és 12-e között rendezték meg a 33. Bábolnai Gazdanapokat. A három évtizedes múltra visszatekintő kiállítás az agrárium kiemelkedő eseménye, amely nem csak hagyományt teremtett, de azóta értéket is képvisel, amire méltán büszke a rendezvény gazdája és rendezője, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, és szervezője a Magyar Mezőgazdaság Kft. Az idei eseményről Sári Enikővel, a kiállítás igazgatójával beszélgettünk. Igen, nehéz körülmények között volt most a szervezés. Ugye ez a járványügyi helyzet nem könnyítette meg sem a kiállítók, sem a szervezők dolgát. Hosszú ideig bizonytalan is volt, hogy meg tudjuk-e rendezni, de nagy örömünkre szolgál, hogy ez egy kültéri 20 hektáros terület, így minden olyan előírásnak, ami a távolságtartás, a kültér, a maszkviselés, eleget tudunk tenni. Úgyhogy ma itt vagyunk, és ez azt gondolom, hogy elsősorban a gazdatársadalomnak nagyon nagy öröm, hiszen nem volt ebben az évben olyan lehetőség, hogy találkozzanak egymással. Milyen programok vannak itt a gazdanapokon most idén? Megpróbáltuk a programokat úgy összeállítani, hogy kültériek legyenek. Van kukorica fajta bemutatónk, van gyakorlati gép bemutatónk. Idén is elhoztuk és megcsináltuk a talajszelvényt. Azon kívül természetesen van ingyenes szaktanácsadási pontunk, ahol próbáltunk olyan témaköröket választani, ami nagyon aktuális, precíziós gazdálkodás, finanszírozás, növényvédelem. És ezen kívül a lovas program, hiszen Bábolna lovas program nélkül azt gondolom, hogy nem lehet, de például van erdei játszóterünk is a gyerekeknek, vagy például a modern high-tech technológia mellé elhoztuk a régi cséplőgépet is, hogy mindenki láthassa, hogy honnan, hová fejlődött ez a gazdaság. Hirdettük idén is a szakiskolai napot, nagyon nagy rá az érdeklődés. 17 iskola van itt 1000 diákkal. Ennek a megszervezése is most kicsit nehezebb volt, hiszen azért a diákoknál is ugyanúgy nagyon fontos a maszkviselés, a távolságtartás, de megmutatjuk nekik ennek a csodálatos szakmának a szépségeit, hogy aztán a középiskola után ők is tovább menjenek, és majd gazdász emberek legyenek.
hogyan tapasztalja, mennyire járnak az emberek a gazdanapokra, mennyire van rá igény és mennyire érdeklődnek a mezőgazdaság iránt? Hát én azt gondolom, hogy ebben az időszakban különösen felértékelődött ez, hiszen azt az emberek érezhették, hogy enni mindig volt mit, megtermelték a magyar gazdák az élelmiszer alapanyagokat, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek a szakmának, hogy bármi is történjen, a gazda ember a szántott, vetett, állatokat etetett, és ezért nem volt probléma az élelmiszer ellátásunkkal. Mik a jövőbeli célok, tervek a további gazdanapokra nézve? Nagyon reméljük, hogy jövőre azért kicsit jobban fel tudunk lélegezni, és hát mindenképpen azt szeretnénk, hogy mindig a szakmai igényei szerint bővíthessük a szakmai programokat, és hát minél több kiállítónk legyen, és minél több látogatónk.